Alig, ha nem messzi földről is eljönnek majd a szakemberek megcsodálni Kőbánya két új büszkeségét. A kiemelkedő erdélyi szobrász, a néhai Szervácius Jenő nevét viselő általános iskolát és a szomszédos mocorgó óvodát, amely elbontott korábbi épületek helyén emelkedett, és vidám színeivel már messziről csalogatja az emberek tekintetét. A csendes nyári délutánon az érdeklődő kőbányaiak ismerkedhettek a megújult, illetve új épülettel. Kameránkkal ott jártunk mi is. Két épület van egymás mellett, ma jelen pillanatban a Szervácius általános iskola aulájában vagyunk, a földszinten. Az épület műszakilag teljesen kész van, átadásra került. Most vagyunk a költözésnek a fázisában. Biztos már mindenkinek az életében fordult ilyen elő, amikor már a ház műszakilag kész, de még a bútorok nincsenek a helyén. Ebben az állapotban vagyunk most, és most tesszük lehetővé a kőbányai polgárok számára, hogy meg tudják nézni, hogy az adóforintjaik hova kerültek, jó erre kerültek-e, szép és hasznos épületet sikerült-e megteremteni itt a Mondoni úton, a Kőbányai úton a gyerekeknek. Az általános iskola mellett egy vadonatúj óvoda is elkészült. A régi mocorgó óvoda a törekvés művelődési ház mellett megszűnt, átadja a helyét a közlekedési múzeumnak, és a megszűnt óvoda pedig átköltözik a Gép utcába, ide pont a szomszédunkba, ahol egy 21. századi okos óvoda épült föl. Műszakilag is, építészetileg is, és IT, azaz számítógép és a berendezések tekintetében is már felvesz a versenyt bármely más óvodával. Én azt szeretném, hogyha egyre több ilyen általános iskolánk és egyre több óvodánk lenne ilyen Kőbányán, ezért fogunk dolgozni. Az épületek összértékben 3 milliárd forintot emésztettek föl Kőbányán, ennyit kapott a költségvetésből a kőbányaktól, hogy oktatási és fejlesztési edukációs célra legyen ez fordítva, hiszen a mi gyerekeink fognak ide járni. Ők tanulnak itt, ők járnak óvodába, ők lesznek a jövő generáció. Én azt gondolom, hogy olyan feltételeket lehet itt biztosítani a számukra, amely csak egyet kér tőlük, hogy minél jobban tanuljanak, minél többet tanuljanak, és élvezzék ezt az vadonatúj iskolát, és ezt a vadonatúj óvodát, amit most kialakítottunk a számukra. Az általános iskola nyilván szeptember 1-én fog kezdeni, akkor fogjuk teljesen belakni, és akkor jönnek a nebulók, az óvoda pedig augusztus 22-én kezdi meg a munkáját, úgyhogy akkor fognak jönni 6 csoportban a kis óvodások, a legkisebb csoporttól a nagy csoportig, és akkor fognak ismerkedni majd azzal a helységgel. Én azt gondolom, hogy példamutató az, amit az önkormányzat kezdeményezett, hogy amikor egy-egy ilyen beruházást megvalósít, akkor meghívja a kőbányai érdeklődőket. Nyilván elsősorban azokat a szülőket érdekli ez, akiknek a gyereke ide fog járni, akár a szobodába, akár az iskolába, de bárki eljöhetett, bárki megnézhette ezeket a felújított és új épületeket. Úgyhogy ezt a jövőben is szeretnénk folytatni. Augusztus-szeptember környékén már akkor remélem, hogy a strandot és az új Európai Uniós játszóteret a Sportligetbe is ugyanilyen sétával, bejárással meg fogjuk tudni nézni az érdeklődőkkel együtt közösen. Egy igen hosszú építkezési és felújítási folyamat végére kerül majd pont. A Szervácius ideiglenes lakóhelye, az az iskolaépület, az megmarad? De az egy Fregoli iskolának indult, hiszen ott, ha visszaemlékeznek a kőbányaiak, a Bánya utcai általános iskola volt. Ennek a megszüntével egy ideig ez üresen állt, majd különböző más funkciókat látott el, és amikor arról volt szó, hogy itt 1+1 évig építési munkálatok lesznek a Szervácius iskolában, akkor úgy egyeztünk meg a tankerülettel és az itt tanító pedagógusokkal, no meg utána a szülőkkel, hogy erre az időszakra a Bánya utcába kap helyet az iskola. Jó körülmények között voltak ott, de csak ideiglenesen. Ez most megszűnt, átköltöznek, tehát az egész iskola szeptember 1-től már itt fog üzemelni. Ezáltal a Bánya utcai iskolának ez a funkciója megszűnt, és más egyéb célú hasznosításra gondolkozunk. Különböző más oktatási, edukációs intézmények, alapítványok jelentkeztek, hogy szeretnék igénybe venni az ottani szolgáltatást. Ebben még döntés nincsen, de erre a célra szeretnénk felhasználni a jövőben az iskolát. A másik, hogy nyilván
úgy gondoljuk, hogy nem fejezzük be a felújítási munkákat, ahogy erőnkből telik a szervációs iskolával, és a következő iskolánál az megint csak lehet egy freguli iskola, ahova ideiglenesen az építkezés ideje alatt lehet használni majd hasonló szíra, mint a szervációsnál. Vadonatúj iskola és egy vadonatúj osztály, amelyel majd találkozik. Milyen gondolatokkal indul egy tanító egy ilyen esztendőnek? Ez nagy boldogság mindenképpen, ez egy jutalomjáték így nekünk, hogy így ilyen gyönyörű épületbe kezdhetjük az első osztályt. Már nagyon sokszor voltam elsős, évek óta tanítok, de ez még nem volt ilyen az életemben, hogy ilyen szép környezetbe tanítsak. Én azt hiszem, hogy a gyerekeket erre meg kell külön tanítani, hogy ezt a környezetet, ezt meg is óvják és védjék. Hogyan indulnak neki a mai elsősök az iskola éveknek? Mindenképpen az óvodából az iskolába lépés az nem egy nagy lépcsőfok, hanem szinte az óvodából észrevétlenül hozzuk át a tudást ide, és köszönjük a sok óvónéninek, akik felkészítették a gyerekeket erre az első osztályra, és játékosan kezdünk neki az oktatásnak, illetve olyan órabeosztás van, hogy az órákon a gyerekek szabadon fölállhatnak, mozoghatnak, tapsolhatnak, interaktív játékok vannak, és hát kihasználjuk a lehetőségeket, amik itt adódnak. Ahogy így elmondja, és felidézem az én elsős élményeim, mert azok egészen mások voltak, bár jó élmények voltak, de ott nem volt ficánkolás, ott nagyon fegyelmezetten kellett ülni az óra alatt. Végül is az első osztályban manapság mit tanulnak meg újdonságként a gyerekek a írás, olvasás, számolás házatáján? Mindenképpen a betűket vesszük végig, Meissner módszerrel tanítok. Az azt jelenti, hogy a betűket hangoztatva, elemezve, szépen szótagolva, összerakva, fokozatosan haladunk előre, és tanuljuk betűről betűre az összeolvasást, illetve az írást. Nem rohanás van, és a második évben pedig megerősítjük ezt az írás-olvasást, úgyhogy a gyerek és a szülőknek is ez nem okos stresszt, hogy ha lemaradók esetleg, vagy későn érők felzárkózása mindig más-más időben van, így összeérik másodikra az osztály, és egy gyönyörű osztályközösség alakul ki. Manapság ugye szinte általános az, hogy az írás, a kézzel írás háttérbe szorul, hiszen billentyűn éljük az életünket nagyon sok felé. Első osztályban ezzel a helyzettel hogy lehet együttműködni? Mindenképpen új gyakorlatokkal és manuális tevékenységekkel erősítjük meg az írás előkészítőt, és hát azért vannak olyan rejtett titkok, mint például a helyes ceruzafogás, amikor azt mondjuk, hogy kislabdát ide három ujjat becsukok, és fogom a ceruzát, és így írok szépen. Tehát vannak olyan praktikák, amit így egyik tanítónéniről a másikra száll, és így szépen, gyönyörűen megtanulnak a gyerekek, szinte észrevétlenül. Milyen érzés egy ilyen új iskolában? Fantasztikus. Bár most lehetnék gyerek. Többször jártam itt, de mindig rácsodálkozok, hogy annyira jó, olyan szép, olyan gyerekközpontú. Szakmai szemmel milyen elvárások vannak manapság egy ilyen iskolával szemben? Ha megoldható, jó, hogyha vannak nagy terek az osztálytermeken kívül, és hogy legyenek olyan kis zegzugok, ahol a gyerekek a szünetbe kicsit így el tudnak vonulni, maguk tudnak lenni. Ez a második emeleten nagyon szépen megoldották a tervezők. Nyilván, hogy az osztálytermek is tágasak legyenek. Amit jónak tartok, hogy vannak üvegfelületek az osztálytermeken, tehát aki elmegy, be tud nézni, hogy éppen mi történik, a gyerekekre még jobban oda lehet figyelni. Modern butorokkal legyenek nyilván berendezve, de főleg az, hogy a közösségi terek színben, nagyságában olyanok legyenek, ahol jól érzik magukat a diákok. A keletpesti tankerületben nyilván odafigyelnek arra, hogy a tanítók, tanárok stábja elláthassa feladatát, illetve hogy legyenek elegen. Vannak? Igen, a keletpesti tankerületi központ nagy örömömre eddig sem küzdött problémákkal, tehát nem volt olyan gondunk, hogy ne lett volna elég pedagógusunk. Végignéztem az elmúlt héten az intézményeinket, megvan az a pedagógus létszám mindenhol, amivel tudunk indulni. Nyilván vannak kisebb hiányok, nyilván mi is foglalkoztatunk vissza nyugdíjas pedagógusokat nagy szeretettel, jöttek azért fiatal pedagógusok is szerencsére, de az alapcsapat az mindenhol megvan, és tudjuk kezdeni a szeptembert.
Nem is olyan régen egy lebontás előtt álló épületben, óvodaépületben arról beszélgettünk, hogy milyen elképzelések, víziók mentén fogalmazódott meg az új óvoda terve. Most meg itt állunk, milyen érzés? Igen, nekem azért ez nem tűnt olyan gyorsnak, de valóban itt állunk, és sok munka és szoros összefogás után, de megszületett ez az épület, és már költöznek be a leendő lakói, nagyon jó érzés. Tehát egy tervező nagyon várja ezt a pillanatot, amikor megszületik a gyermek, és beköltözhet az új lakója, megtekinthetjük. Az elképzelések, a tervek, a látványtervek, azok így a maguk valójában megfelelnek a vágyámoknak, a tervezői vágyámoknak? Azt kell mondjam, hogy igen. Tehát, hogy ritka az az épület, ahol ennyire hasonlít a megvalósult épület a tanulmánytervhez, vagy az engedélytervhez. Itt erre a vagyonkezelő is garancia volt, a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT, illetve az volt még a pozitívum ebben a munkában, hogy már a legelejétől fogva a szoros együttműködés volt az óvónőkkel, a leendő lakóival az épületnek, és velük együtt tudtuk a tervezést úgy alakítani, ahogy azt ők is szívesen birtokba veszik. Itt színes vonalak, nagyon izgalmas terek váltják egymást, a külső tér is úgy tűnik, hogy igen szerves része az egész koncepciónak, meg még egy csúszda is van, ami gondolom igazán unikális, szóval a gyerekek mit kapnak, mi lesz majd a érzés, legalábbis a tervező szerint? Igen, igyekeztünk ezt a forma és színvilágot egyöntetően kívül is és belül is alkalmazni, és nem egy nem szokványos megoldást is helyet kapott az épületben, az egyik a mögöttünk látható csúszda, függőleges növényfal is található az óvodában, és mivel ők örökös zöld óvoda, ez a zöld vonal koncepció, ez mindvégig egy nagyon fontos szerepet kapott a tervezésnél. Fontos eleme az épületnek, hogy a külső teraszok az emeleten is és a földszinten is közvetlenül kapcsolódnak a kerthez, az udvarhoz. Ennek a vezető óvónő is nagyon örült, hogy még az emeleti szobákból is egy rámpa segítségével közvetlenül megközelíthetik a gyerekek az udvart. Egy új épület szempontjából különösen fontos az energiagazdálkodás, főleg manapság, amikor egekbe szöknek az energiaárak. Természetesen ezt nem lehetett tudni a tervezésnél, de mit lehetett tudni? Már a tervezés legelején hőszivattyús rendszerben gondolkoztunk, tehát az épület hűtését és fűtését ezzel oldjuk meg, illetve a lapos tetőn 68 darab napelem kap helyet, ami pedig az áramellátást segíti nagy mértékben. Ez a kombináció hőszivattyú és napelem, ez mennyire gyakori és mennyire unikális? Hála Istennek ez már azért elég gyakori, tehát újépítésű épületeknél már erre követelmények is vannak, hogy hány százalékban kell, hogy megújuló energiaforrást használjon az épület, és ez természetesen ez az épület is hozza. Maguk az anyagok, illetve ez a tér hogyan illeszkedik a 21. századhoz? Szerencsére már az elején nagyon jó közös hangot tudtunk megütni a vezető óvónővel, és ez a központi tér, ami köré fölfűztük a csoportszobákat, ez egyből megtetszett neki, úgyhogy az alapvető koncepción nem kellett változtatni. A színek azok különböző anyagokkal jelennek meg, de próbáltuk a 6 csoportszobát 6 elég markánsan megjelenő halsány színnel megjeleníteni, és azt több helyen konzekvensen végigvinni kívül-belül. Szálcement burkolatokat alkalmaztunk, PVC padlóburkolatot, és hideg burkolatban is megjelennek ezek a színek. Ezek a szempontok, amiket itt most felsorolt, ezek ugye hatnak arra, aki itt van. Tehát a gyerekek pszichéje vajon hogy reagál? Sikerült-e figyelembe venni ezeket a szempontokat? Igyekeztünk, ezt majd ők döntik el, de ezen voltunk. Egyrészt ezek az alapvető formák, amik megjelennek a padlóburkolatban, a központi aulát dekoráló kis házikó elemekben, és a külső ilyen kuckós, beülős ablakokban. Ez mind-mind gyerekjátékok, vagy gyerekek által inspirált elemek az épületen, és több olyan elemet próbáltunk megjeleníteni a házban, ami reméljük, hogy őket inspirálja. Például a öltöző szekrényeknek a hátuljára olyan palatáblát tettünk, amire krétával rajzolhatnak, a csúszda, ami ugye közlekedésre is szolgálhat, ezek mind-mind ilyen pontok, amit beépítettünk. Itt hatalmas érdeklődés is van, kőbányaiak jöttek, és izgatottan veszik birtokukba, legalábbis egyelőre látvány szempontjából ezt az épületet. Ez tehát akkor ilyen szakaszában a folyamatoknak mit jelent? A tervező hogy zárja le a projektet?
Hát ez kicsit olyan, mint amikor a gyerek a saját lábára áll, birtokba veszik a használói az épületet, tehát hogy, és reméljük, hogy ezt szeretettel teszik, és hogy élvezni fogják, jól fogják érezni magukat ebben. Figyeltem az embereket, amikor bejöttek ide, és hozzám hasonlóan elkerekedett a szemük. Szóval tulajdonképpen hova csöppentek, néztek körbe-körbe, hova csöppentek? Hát egy 21. századi csodaóvodába, ami most már egy ideje tervben volt, és azt mondtuk, hogy merjünk nagyot álmodni, és ez az álom teljesült. Most 2022. júliusában most láthatták már nyilvánosan is, hogy ez az óvoda egy csodaóvoda lett. Minden területen elmondhatjuk, most már napok óta bejárhatunk ide, hogy megfelel minden szempontnak. Ez az óvoda olyan óvoda lesz, úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekek, nem csak a szülők, hanem a dolgozók is örömmel jönnek majd ide. Nem is olyan nagyon régen, amikor az utolsó integetések voltak a régi épülethez, akkor beszéltünk, akkor voltak érzelmek, amelyek oda kötöttek. Formálódnak-e már az új helyhez az érzelmek? Azt, amit az ember megszeretett, egy régit nehezen enged el. A költözés az mindig kétoldalú érzelmeket idéz elő, hiszen elköltözünk a jótól, a megszokottól, de aztán az ember rájön arra, hogy ez az új, ez még jobb. És szerintem az emberek a jóhoz könnyebben hozzászoknak. Mi most ehhez a hozzászokáshoz kezdünk belejönni, és érzékelni, megérezni azt, hogy mit tud nyújtani egy ilyen szuper épület. Ugye ön jó néhány generációt látott már óvodába bejönni, aztán fölcseperedni. Valójában mit gondol, hogy egy ilyen környezet a gyerekeknek a fejlődése szempontjából, a mindennapi érzelmeik szempontjából mit jelent? Egy olyan épületbe, most ilyen nagyon egyszerűen mondom, épületbe jönnek be, ami számukra a tárgyi feltételeket mindenképpen biztosítja, az a tér. Az a színvilág, az a bútorzat, az a belső berendezés, az a millió, amit most mi tárgyi eszközökkel tudtunk biztosítani, és szeretném megköszönni a kőbányai önkormányzatnak, hogy ezt lehetővé tette. Ezt a gyerekek és a családok nevében is szeretném megköszönni. Amellett mi, hogy ilyen jó érzéssel jövünk be, mi pedig megtöltjük ezt emberi érzelmekkel, amit azt gondolom nem kell megint csak megmutatni, megmagyarázni, ezt érezni kell. Ezt érzik szerintem a gyerekek, hiszen ahogy ők belépnek, mi most láthattuk az imént, hogy a gyereknek nem kellett mutatni, nem kellett tanítani, oda ment és tudta, hogy mi mire való, és kipróbálja. Színes, érdekes, az egész környezet, ami őt körülveszi, az elindítja a fantáziát, és azt láttuk, hogy nagyon jól érzik magukat. Hány gyerek lesz itt? A jelenlegi terveink szerint 120 gyerekre várunk, 150-re tudom fejleszteni a csoportok létszámát, csörög a telefon napi szinten, és kérdezgetik, hogy van-e még hely, úgyhogy van egy olyan gondolatom, hogy eléggé érdekesek lettünk, csodaóvi vagyunk, és szerintem sok emberben az érdeklődést elindítottuk, és azt a vágyat, hogy eljöjjenek, megnézzék, és aki megnézte, szerintem azt mondja, hogy ide szeretnék járni. Polgármesteri fogadóra megválasztott válaszol, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy egyre több olyan lakás lesz majd Kőbányán is, ahol a Budapest Airport jóvoltából megpróbálják mérsékelni mindazt a zavart, amit a közlekedő repülőgépek okoznak. Úgyhogy ez egy elég nagy jelentőségű változás a kőbányai helyzetben, ezért ezzel kezdjük a beszélgetést, amelynek egyébként a többi elemei is természetesen minden szempontból úgy néznek ki, hogy kőbányai világos. Szóval, polgármester úr, félig tele van a pohár, vagy félig üres azzal, hogy a Budapest Airport Kőbányát is befogadta abba a körbe, amelynek igyekszik segíteni, zajcsökkenteni? Attól függ, honnan nézzük, de én azt gondolom, hogy inkább telik az a pohár, hiszen Kőbányam sajnálatos módon, vagy Kőbánya egyetlen része sem tartozik a zajgátló védő övezetbe. A 17. kerületi, 18. kerületi vecsési lakóterületek igen, de Kőbánya nem.
ez egy sajátos jogszabályon múlik, hogy ki tartozik ebbe az övezetbe, vagy ki nem. Átlagzajt mérnek, és Kőbányán az átlagzajterhelés nem éri el azt a határértéket, ami alapján bekerülnek a védett övezetbe. Ugyanakkor az egyedi zajterhelés az Kőbányán is nagyon-nagyon jelentős, és sokakat joggal zavar. Ezért nagy dolog számunkra, hogy a Budapest Airport önként vállalva, fölismerve azt, hogy ez az zajterhelés Kőbányán jelentős, ugyanazokat az intézkedéseket bevezeti, amelyet egyébként kötelező megtenni a többi településen, Kőbányán nem lenne kötelező, tehát most nálunk is meg fognak jelenni a szigetelt ablakok, a plusz szellőzővel felszerelt ablakok, vagy akár mód nyílik a nyílászáró cserére is, nem Kőbánya teljes területén, hanem különböző zónákra osztották, és az intézkedés csomag az, amely több mint 1 milliárd forintos összegből valósul meg, fokozatosan terjed majd egyre távolabbi területekre a repülőtértől, de Kőbányán is érinteni fog egy sávot, ahol leginkább kitettek a lakóépületek a zajterhelésnek. Mennyi idő alatt érzékelhetik majd az emberek, hogy tényleg akció van? A második ütem az már eléri Kőbányát, tehát az első ütem egy fél évekről beszélünk mindig, az még ősszel indul, a program nem ér ide, de a következő már igen, ez a jövő esztendőt jelenti, és a Korányi Frigyes utca környékén élők lesznek azok, akik először kapcsolódhatnak önkéntesen a programhoz. A tájékoztatás mindenki a postaládájában is megkapja majd a lehetőségekről. Tehát az érzékelhetőség az egy kicsit később történik majd meg, de megtörténik. Már most érzékeli mindenki, hogy amit mondanak elemzők, politikusok, és tulajdonképpen bárki, aki erről beszél, gazdasági helyzet van ennek mindenfajta lenyomatával. Tehát a katás rendszer radikális változása, energiaárak jelentős változása, a szisztéma módosulása, az önkormányzat hogy mozog ebben a viharban? Nem könnyű egyensúlyozni. Ma már egyértelműen látszik, hogy Európában, így Magyarországon is recesszió felé tartunk. Utoljára 14 évvel ezelőtt éltük meg ezt az időszakot. Nem volt könnyű időszak. Az elmúlt évek a gazdasági növekedésről szóltak, és ez mindannyiunk számára a fejlődést hozta, akár abban, hogy munkahelyek teremtődtek, mindenki tudott dolgozni, vagy akár a különböző beruházásokban, amelyek megjelentek a városban. Most viszont magas az infláció, kedvezőtlenek a gazdasági mutatók, ezért nekünk is fel kell készülni arra, hogy kicsit átstruktúráljuk a gazdálkodásunkat, ami ebben a pillanatban stabil, likvid az önkormányzat, nincsenek fizetési gondjai, a bevételei rendre befolynak, de látnunk kell azt, hogy egyre nagyobb hányadot emész majd fel a költségvetésből a működtetés, pont az okok miatt, amit említett, rezsiárak növekedése például. Szerencsére az elmúlt időszakban azért számos olyan intézkedést tettünk, ami az energiahatékonyság felé vitte az önkormányzati intézményeket, szigeteltük az épületeket, nyílászárókat cseréltünk, hőszivattyús fűtési rendszereket telepítettünk, tehát ez azért ennek a hatása majd most érződni fog, de nem lesz könnyű a következő esztendő. Sajnos attól tartok, hogy a beruházások, fejlesztések, amelyeket elterveztünk, azok lassulni fognak, tehát azok a játszótér építések, közteletfejlesztések, útépítések nem tudnak olyan ütemben folytatódni, mint ahogy készültünk rá, de befejezzük, amit elkezdtünk, hiszen az Újhegyi Orvosi Rendelő az be fog fejeződni a Sportligeti fejlesztés, uszoda udvarának fejlesztése, és azért bízom benne, hogy jut majd jövőre is beruházásokra, de készüljünk arra, hogy csökkenő ütemben. Szóval azért a helyzetkezeléshez meg a derülátáshoz azért össze kell szedni az optimizmus tartalékokat, igaz-e? Össze kell szedni. Nem tettünk mást az előző válság idején sem, mint a saját működésünket például felülvizsgáltuk. Nagyon radikálisan visszafogtuk, visszaszorítottuk. Nyilván, amikor a bő esztendők következnek, akkor kicsit kiengedjük a nadrágszíjat. Most a szűk esztendők következnek, tehát fel kell készülni arra, hogy a működésben is kicsit meg kell húznunk majd azt a bizonyos nadrágszíjat.
Az, amit Orbán Viktor miniszterelnök egy ma reggeli rádió interjúban említett, hogy mindenkinek javasolja, hogy becsülje meg a munkahelyét, mert akár még ebből a szempontból is fokozódhat a helyzet, az Kőbányán ön szerint mennyire lesz majd jelentős, hiszen itt ugye jó néhány olyan foglalkoztató van, nagy üzemek, nagy vállalatok, és sok-sok kis és közepes vállalkozás, amely abszolút mértékben meghatározó. Bízom benne, hogy a nagyvállalatok azok működni fognak, és stabilan fognak működni, mind a gyógyszergyárak, a vegyipar, mind az autógyártás, vagy az elektronikához kötődő vállalatok fejlesztése, Continental, Bosch, és sok-sok kicsi, apró, hozzájuk kapcsolódó vállalkozás működni fog, és nyilván lesznek olyanok, akik bajba fognak kerülni. Az utóbbi időben szárnyalt a vendéglátóipar. Bizony panaszkodnak a vendéglátósok, hogy hogyan fogják megfizetni majd az emelkedő rezsit, és az emelkedő élelmiszerárak ugye nyilván az ő termékeikbe is begyűrűznek, át tudnák hárítani a vásárlóra, a fogyasztóra, de kérdés meddig, hiszen majd, amikor meg kell vizsgálni a családi kasszát, lehet, hogy elsők között húzzuk le a vasárnapi éttermi ebédet, és ez nyilván hatni fog az ő működésekre. Tehát lesznek olyan vállalkozások, akik nehezebb helyzetbe kerülnek, még bízom benne, hogy mások stabilan tudnak további dolgozni. Polgármester úr, az önkormányzat honlapján is lehet látni, hogy az átlagosnál nagyobb léptékű, szisztematikusabb nagytakarítás, nyári nagytakarítás zajlik Kőbányán. Tulajdonképpen mi a koncepció? Tiszta rendezett város, tehát nincs más, én ebben hiszek, és járom Budapestet, és mikor Kőbányán szemlélem a gazt, a szemetet, akkor itt bosszankodom, de azzal is tisztában vagyok, hogy versenyképes Kőbánya köztisztasága, közlekedésének az állapota, ugyanakkor rengeteg teendőnk van, éppen ezért takarítunk, és arra biztatok mindenkit, hogy tegyen rendet a házatáján, hiszen közös felelősség, hogy a város szép és rendezett legyen, vonzó legyen, élhető legyen. Ezért takarítani fogunk a város számos pontján, a városi közlet fenntartó bevonásával ezt az önkormányzat ki fogja fizetni, és biztatok mindenkit, hogy a saját házatáján tegyen rendet. Olyannyira biztatja a tisztelt kőbányaiakat, hogy az önkormányzat táblát ajánl mindazoknak, akik tényleg az öt kőbányáért megteszik, amit megtehetnek. Itt mi a koncepció? Szeretnénk, ha minél több házfalán virítana a tiszta udvar rendes ház tábla, ez is azt igazolná, hogy az ott élők, abban az ingatlanban élők, azok tesznek a környezetükért, rendben tartják az utca frontot, az utcát, rendben tartják a teljes ingatlant. Ez ugye egy nagyon régi mozgalom Magyarországon, pár éve, 10 éve lassan, hogy fölélesztettük Kőbányán is ennek a hagyományát, és én látom, hogy akinek van ilyen táblája, az büszke arra, hogy elnyerte, és tartósan tartja a rendet. Itt még a rendhez tartozik, bár ennél talán egy kisebb léptékű, hogy tudnilik ingyen zacskókat ajánlanak a kutyatulajdonosoknak, akik adott esetben megteszik, amit amúgy meg kell tenniük, hogy tudnilik felszedik az ürüléket az állatok után. Igen, többféle akcióval készülünk. Egyrészt megjelennek majd először kísérleti jelleggel bizonyos piktogramok olyan az aszfalton, a járdán, olyan területeken, ahol különösen sok elhagyott kutyapiszok van. Ezzel is igyekszünk fölhívni a figyelmet arra, hogy össze kell szedni. Ha látják a felügyelők, hogy valaki összeszedi, akkor motivációs céllal adnak egy logózott ürülék gyűjtő csomagot, biztatva arra mindenkit, hogy végezzel a dolgát. Nyilván adott esetben büntetünk is, ami nem túl egyszerű, megvan a társadalmi elvárás ez iránt is, hogy büntessen a felügyelő, de ez nem olyan egyszerű, hogy rögtön kiállít egy csekket, ennek megvan a maga folyamata, amíg eddig eljutunk. Ugyanakkor mindenkinek föl kellene ismerni, hogy azon túl, hogy bosszantó kutyapiszokba lépni, hihetetlenül ártalmas az egészségünkre, főleg a száraz kutyapiszokból terjedő szél által
hordott kórokozók nagyon súlyos betegségeket okozhatnak, ezért mindenkinek megvan, minden kutyatartónak, állattartónak a felelőssége, és az sem lehet kifogás, hogy nincs egy adott területen kutyaürléggyűjtő edény, hiszen az összegyűjtött, felszedett kutyaürléket bármelyik szemetesben el lehet helyezni, tehát ez nem lehet kifogás. Mindenkinél ott kell, hogy legyen az acskó, és bizony föl kell szedni a kutyapiszkot. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen. Kőbányai Óhegypark derékfái már ugyancsak hozzászokhattak ahhoz, hogy jeles események tanúi, de talán még az ő számukra is újdonság lesz az, ami készül a nagy réten méghozzá hamarosan. Bírói sípszó, labdapattogás, vélhetőleg gólzápor és lelkes drukkerek hada jellemzi majd az eseményt, amelyről készült a következő előzetes. Kispályás labdarúgó világbajnokság lesz Kőbányán, hát ez hatalmas durranás. Hogy kerül ide egy ekkora nagy világesemény? Ez a világbajnokság ez Mexikóban lett volna. Mexikó az utolsó pillanatban visszalépett, így Magyarországot kérték fel a rendezésre, és mivel a Szokka Kispályás Labdarúgó Szövetség alapból Kőbányán tevékenykedik, és itt van az irodánk, székhelyünk, így nem volt kérdéses, hogy hol próbáljuk meg helyszínként ezt megvalósítani. Nagyon nagy feladat áll előttünk és áll mögöttünk már a szervezésben, mert lassan közeledik az időpont, de minden segítséget megkaptunk mind az önkormányzattól, mind azoktól a támogatóktól, akik ebben minket előre visznek, hogy ez a VB sikeres legyen. 40 országot várunk Kőbányára, nagyon színes országok, tehát a világ tényleg minden tájáról. Bízunk benne, hogy a kőbányaiaknak is tetszeni fog. Ez a fajta foci milyen jellemzőkkel rendelkezik azok számára, akik esetleg nem ismerik? Kicsit csalóka lehet talán a kispályás labdarúgás, mert ugye itt Magyarországon mindenki pályaméretben a 20x40-es kézilabda pályához van hozzászokva. Ezt a játékot még egy kicsit nagyobb, 46x26 méteres pályára játsszuk, és a kapu méretében is eltér, nem 3x2-es kézilabda kapura, hanem 4x2 méteres kapura. Tehát azért ez annyira már nem is kis pálya, ezt a játékosoktól szoktuk hallani, hogy azért fárasztóbb. 5+1-en játsszuk ezt a játékot, és gyakorlatilag a nagypályás futball szabályai szerint egy-két apróságban tér el, bedobás nincsen, berúgás van oldalról, illetve ami még talán itthon Magyarországon a nézőknek, a kilátogató nézőknek érdekes lehet és látványos, az egyenes kieséses szakaszban itt nem büntetőkkel döntjük el, hogy ki jut tovább, hanem félpályáról rávezetéssel, mint a jégkorongban. A világranglista hogy néz ki? Most a címvédő Oroszország nem vehet részt a világbajnokságon értelemszerűen, illetve hát ez a döntés született az ISF részéről, a Nemzetközi Szövetség részéről. Magyarország a 13. helyen áll a világranglistán, ami szerintem egy nagyon szép szám. 2019-ben görögországi világbajnokságon már szerepeltünk. Ott a 40 országból a legjobb 8-ig menetelt a gárda, ami elsőként egy nagyon-nagyon nagy teljesítmény szerintem. És mivel rendező ország vagyunk, ezért már biztosan A1-es kalapba kerül hazánk, így a 13. helyről hirtelen ugye majdnem hogy elsőre ugrottunk föl. Ez a rendezőnek a joga, és bízunk abban, hogy így első kalapból talán könnyebb lesz. Ami számunkra talán érdekes lehet, hogy milyen más földrészekről származó csapatok lesznek itt. Afrikából, Amerikából, Dél-Amerikából, Chile, Kolumbia, Mexikó, Brazília, Németország, tehát Európából is a nagyok, úgymond a spanyolok, olaszok. Tehát, hogy a kilátogató vendégeknek azt hiszem nem csak a magyar mérkőzés, bár bízunk abban, hogy itt azért telt ház lesz a magyar mérkőzéseken, de én azt gondolom, hogy érdekes meccs lehet akár egy brazil-német, egy spanyol-olasz. Tehát itt ebben a játékban azt azért tudni kell, hogy jóval látványosabb, mint egy nagy pályás. Úgy értem a látványosságot, hogy több gól születik, sokkal pörgősebb a foci. Látványban ez a nézőknek szerintem jobb lesz. Ebben a sportágban a profizmus, illetve a pénz mennyire játszik szerepet? Én más ország nevében nem tudok nyilatkozni. Az biztos, hogy nálunk Magyarországon így, hogy hazai rendezés, és ez lett volna, ha most éppen Mexikóban vagyunk a VB-n. Nálunk a játékosok, kimondhatom, a játék szeretetéért vannak itt. Nagyon sokan játszanak nagypályás klubnál, futszál NB1-ben, ugye a gerincét a csapatnak gyakorlatilag a futszál adja, mert ez áll közelebb magához, a sportághoz. Más országok nevében nem tudok nyilatkozni, itt a foci szeretete az, ami egyszerűen őrületbe kergeti a játékosokat is, és már alig várják, hogy hazai pályán léphessenek pályára.
Itt most egy csendes nagy réten állunk, egy-két ember napozik. Hogy lesz ebből aréna? Ez még folyamatban van, mind a tervezése és a megvalósítása az egésznek. Gyakorlatilag, mivel ez egy kültéri sport, így arra gondoltunk, hogy ezt nem vinnénk be terembe semmiféleképpen. Nekem elsőre az Óhegy Park jutott eszembe, amit egyeztettünk is az önkormányzattal, mint mondtam, mindenben támogatnak ez ügyben. Tehát itt, ahol állunk most ezen a nagy réten, akármilyen hihetetlen, de ide föl lesz építve egy 2500 ülőhelyes mobillelátóból épített aréna. Hívhatjuk ezt mini arénának is akár, vagy mini stadionnak, de látványban biztos, hogy ugyanazt fogja adni, mint hogyha egy nagy stadion lenne, középen a pályával, lesznek külön még mellette kialakítva a szurkolói zóna, és amire nagyon-nagyon szeretnénk figyelni, és kimondott a kőbányai lakosok miatt, lesznek külön gyerekprogramok, és az egész VB ideje alatt szervezünk még pluszban olyan programokat, ami ügyességi, játékos, és nem csak gyerekeknek, mert majd ezt nem árulom el, meglepetés, hogy milyen programokkal várunk mindenkit, tehát lesz szurkolói zónánk is. Kérdés volt, hogy a 2500 fő az elég lesz-e, pláne egy magyar mérkőzésen, ezért a szurkolói zóna is úgy lesz kialakítva, hogy aki esetleg nem fér be magába az arénába, kint is jól fogja érezni magát. Mikor lesz a VB? Szeptember 10-től 18-áig, szeptember 10-én egy megnyitó gálával várunk mindenkit este 6-tól, 6 órai kezdettel. Itt lesz egy komoly fellépünk is, amivel szeretnénk kedveskedni mindenki látogatónak, és utána természetesen 7 órától az első magyar mérkőzés, ahogy ezt a VB-n kell. És a magyar csapat reális esélyei, azok hova sorolhatok be? Lehet, hogy nem én vagyok ebben a legkompetensebb, hanem a szövetségi kapitányos Ranc Balázs, de nagyon sokat egyeztettünk. Hát az én elvárásaim nem lehetnek mások, mint hogy meg kell nyerni a hazai rendezésű világbajnokságot, azt gondolom. A Balázs talán egy kicsit ezt reálisabban látja, jobban is ismeri, és utána is nézett az országoknak. Ő azt mondta, hogy éremmel szeretne távozni innen. Aki itt lesz, az élményben részesül, de lehet ezt valahogy máshogy nyomon kísérni? Természetesen igen, elsősorban majd a saját Szokka YouTube oldalunkon egy élő streamen keresztül, de azért azt már elárultam, hogy Magyarországról is közvetíteni fogja a Sport TV. Azt még nem tudjuk megmondani, hogy kicsoda, többekkel tárgyalunk, hogy ki fogja ezt adni élőben. Az biztos, amit már biztosan tudok, hogy 25 ország már jelentkezett arra, hogy akár a helyszínen itteni kommentálással, vagy egy műholdas jelvételével 25 ország ezt adni fogja ezt a világbajnokságot. Kőbánya köztudomásulag sportszerető kerület, de azért világbajnokság ritkán van. Mit szólnak hozzá? Kőbánya még világbajnokságot önkormányzati részvétellel nem rendezett. Ez az idő is eljött, úgyhogy nagyon örülünk neki. Amikor Csuhai Tibor, az elnök úr, a Szokka Hungary Sportszövetség elnöke megkeresett engem, hogy ilyen lehetőség van, akkor természetesen nagyon örültem, hogy hiszen a szívem egyik része Kőbánya, a másik része pedig a futball, és hogy ez a kettő itt ötvöződik, azt gondolom, hogy ezt muszáj megtartani, de egyben megszólalt bennem a helyi politikus is, hogy ez nekünk jó, és Kőbányának ez hírnevet hoz, dicsőséget hoz, és színesebbé teszi még jobban Kőbányát, vajon mit szólnak a környezetben élő lakók. És megnyugtattak, hogy azért ez nem lesz olyan hangos, mint akár egy repülőgép, ami alacsonyan száll, és reggel 9-től este 9-ig tartanak a meccsek, 220 perces mérkőzésekről van szó, folyamatosan mennek, és hát este várhatónak a nagyobb derbik, vagy amikor a magyarok fellépnek, akkor több néző lesz, de megnyugtathatunk mindenkit, hogy szeptember 10-e és 18-a között este 9 óra után már mérkőzések nem lesznek, nagy hangzavar nem lesz, így természetesen örülünk ennek, és minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy ezt kőbányaiak is élvezzék, és az ország sport szerető lakossága. A szövetség otthona ugyan Kőbánya, de magát ezt a nevet nem biztos, hogy mindenki ismeri. Mit jelent? Igen, valóban tőlem is többen kérdezték, hogy mit jelent ez a Szokka. Hát ez a soccer angol szóból származik, ami ugye az a labdarúgás, amit mi is itt Európában űzünk, tehát nem az, amikor erős legények egymás föltartóztatva lehetőséget adnak, hogy touchdown legyen. Tehát nem az az amerikai futball, hanem ez a változat, amit Európában mi labdarúgásként ismerünk. Ebből származik a Szokka kifejezés is. Egyébként a kapcsolat a Szokka Hungary
edzőivel, Kőbányának egy 2 éves múltra tekint vissza, amikor is Tibor megkeresett engem olyan ügyben, hogy a Szokka válogatottnak felkészülési lehetőséget tudnánk-e biztosítani, akár a Kocsis Sándor központban, vagy bármilyen műfűves pályán. Ugyan nem akkora a pályaméret, de a lehetőségeket mindenképp szeretnék kihasználni, és akkor végül is összekötöttem őket a Kocsis Sándor sportközponttal, ahol egyébként Szokka kupákat is különböző versenyeket már rendeztek, tehát folyamatosan jelen vannak, és akkor jött ez a nagy durranás, amikor a mexikóiak bejelentették, hogy ők köszönik szépen, nem tudják megrendezni, és ezért Magyarországra esett a választás. És akkor Tibornak az volt az első lépése, hogy megkeresett minket, a Kőbányai önkormányzatot, és mi ebben fantáziát és lehetőséget látunk, és bízom benne, hogy szeptember 10-e után, hogy egy interjú készül, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült mindenkinek a megelégedésére. Komoly feladat, óriási szervezési probléma, itt a játékvezetők szállásolásától kezdve a pálya kiegyenlítéséig, hogy milyen homokot teszünk a műfű alá, és nagyon köszönjük a szponzoroknak is, hogy úgy tűnik, hogy egyre többen jelentkeznek, hiszen van olyan szponzor, aki a műfűvet ajánlotta föl, ami később Kőbányán marad, illetve a Szokka Hungary vállalta azt, hogy az ezzel járó közműfejlesztést elvégzi, nevezetesen az áramhálózatnak a bővítését, erősebbé tételét, ami nyilván itt maradt Kőbányán, úgyhogy ebből nekünk ilyenfajta hasznunk is van, hiszen azért még az Óhegyparkban szeretnénk sok jó rendezvényt szervezni. Ugye az Óhegypark sok mindennek szokott otthont adni, jelesül körülbelül egy hónappal azt megelőzően, hogy itt a focistáké lesz a terep, plusz fesztivál is készülődik, meg még egy rendvédelmi napok is. Elférnek egymás mellett? Igen, valóban lesznek ilyenek. Hát a Blues Fesztivál az augusztus 19-e, illetve 26-27-e lesz a rendvédelmi nap. Itt, amit jeleztek korábban, hogy a 2500 néző befogadására alkalmas kis mini stadionnak a felépítése, nyilván ez alumínium szerkezetből, mobil lelátókkal fog történni, ennek a felszerelése ez körülbelül egy hetet vesz igénybe. Úgyhogy visszafelé számolva, és azért szeretnénk egy 4-5 nap korábban befejezni a telepítést, tehát hogy minden kész legyen, úgyhogy ha visszaszámolunk, akkor 27-e az még pont belefér, de gyakorlatilag a következő nap már lehet kezdeni a stadion építést. Szóval eseménydús augusztus és szeptember lesz itt az Óhegyparkban, igaz-e? Valóban így van, és ezt a világbajnokságot, ezt a legfőbb projektnek tekintem én augusztusra és szeptemberre, nem lebecsülve természetesen a rendvédelmi napot, illetve a Blues Fesztivált, hiszen azok is nagyon nagy tömegeket vonzanak, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel Kőbányán, az Óhegyparkban. A Sirius csillag a rómaiak megfigyelése szerint a nyár beköszöntével jelent meg az égbolton. Ezt a csillagot más néven kutyacsillagnak vagy kánikulának, azaz kiskutyának is hívják. Az ókori csillagászok úgy vélekedtek, hogy ez a csillag okozza a nagy hőséget, s bár a mai tudósok ezt megcáfolták, a forró nyári napokra a jelző megmaradt. S bár a kutyacsillagnak nincs köze a nagy meleghez, a házi kedvencünkre azonban a nagy hőségben érdemes fokozottan is odafigyelni. Leginkább a kint tartott kutyák, tehát a kertesháznál vagy tanyákon lévő kutyáknál fokozottan kell odafigyelni. Ez annyit jelent, hogy mindenképpen kell a kutyának olyan helyet biztosítani, akár szabadon, akár hogyha valaki kennelben tartja, ami abszolút árnyékos, hűvös hely. Ha van rá mód lehetőség, akár csak egy ilyen gyerek homokozó közép vagy kistestű kutyának teljes mértékben elegendő, és abba egyharmad félig belengednek például vizet, hogy a kutya képes legyen úgymond lehűteni magát, hisz még olyan kutyák is ilyen időben, ha más nem, beleállnak, mert érzik azt, hogy ott egy idő után kellemesebb lesz a hőérzetük, de ami a legeslegfontosabb, hogy a kutyának biztosítva legyen friss víz. Vannak olyan kutyák nyilván kertesházban vagy a lakásban is, amik kiborogatják a vizet, ott ugye nyilván amennyire meg tudják engedni a munka mellett, vagy hogyha van gyerek vagy olyan szomszéd, aki ismeri a kutyát, 3-5 óránként legalább tud a kutya inni, akkor az mindenféleképpen megfelelő, mert az, hogy a kutya előtt mindig legyen víz, ezt így mondani nagyon könnyű, de a valóságban ugye rengeteg olyan kutya van, hogy akár játékból kipacsálja, és ha nem valami műkőből, valami nagyon nehézből van készítve,
akkor azt mindenféleképpen fölborítja és szórakozik vele. És mivel hogy egy nagyon kifinomult ösztönei vannak, de esze nincs, ezért nem fogja azt gondolni a kutya, hogy nem borítom ki, mert hát akkor nem fog később tudni inni, ugye. Ezért nekünk kell, mint felelős kutyatartó, arról gondoskodni, hogy akár több tál, ba legyen, vagy ha közép-nagy testű kutyáknál tényleg egy ilyen teljes vagy húsos láda még plusz, és mint említettem, ugye különböző módon lehet akár ilyen egyszerűbb mobil kismedencét a kutyának, vagy gyerekhomokozót, ebben lehet segíteni. Ma már a lakótelepi házaknál is egyre több helyen látni második, harmadik emeleti erkélyekig, hogy ilyen gyerekhomokozó, illetve ezek a megvásárolható kis úszó medencék, úgymond hűsölők a kutyáknak gyakorlatilag az erkély részei, mert általában a legtöbb család azért a nappali közepében nem teszi be, de ahol ugye legalább fél napot árnyékban van az erkély rész, ott ugye kiteszik a gazdik, hogy az ő kiskutyájuk, ugye a közép, hogy a kiskutyák mindenképpen kistestű kutyák tudnak ott szépen hűsölni, játszani. Nagyon sok gazda a nyári nyaralásnál, strandolásnál olyan helyet választ, ahol kutyájának is van módja kiélvezni a pancsolás örömeit, vagy közösen tudnak a jó időben kirándulni. De mivel a négylábú barátaink csak a talppárnáikon keresztül tudnak izzadni, és hőleadásra egyetlen eszközük a lihegés, így a napon fokozott veszélynek vannak kitéve. Nekik nincsen pólusaik, mint nekünk embereknek, ezért hogy megy fölfelé a hőfogok, a fizikai teljesítő képessége úgy csökken. Élettanilag ez ilyen az összes emlős élőlénynél. Akár, hogyha fölhevül a kutya, és keringési zavarok lépnek fel, akár azért, mert nincs számára elég árnyékos rész, nem tudja visszahűteni magát, vagy azért, mert fizikailag túlzott igénybevételnek van kitéve, ezt a gazdának, főleg ha a kutyájával együtt van, és például sportoltatja, nagyon-nagyon tisztába kell lennie, és tudnia kell és érdemes, hogy a kutyájának mi a teljesítő képességének a háromnegyede, a vége, bármilyen körülmények között. Azért, mert a kutya vízben van, és a napon van 38-40 fok, az a kutya számára, de az embernek is rendkívül megterhelő. Tehát ott az egyharmadát, egynegyedét teljesíti a kutya, és a többit árnyékba pihen, az egy nagyon jó kikapcsolódó program lehet. De az, hogy én azt gondolom, hogy a kutyám jól érzi magát, és most csak mondok valamit, leúszott 1700 métert a vízben, így úgy amúgy, annyira én jól érzem magam, és el vagyok feledkezve, vagy a barátokkal együtt, hogy egyszerűen nem látom, nem érzem a saját kutyámat, már csak azt, hogy a kutya rosszul van, amikor már valóságos komoly tünetek vannak, amikor ugye a pupilla tágul, amikor ugye az átlagoshoz viszonyítva az íny, a nyelv nagyon megváltozik a színe, általában a nyál teljesen így behabosodik, zavart lesz a vízben is, de pláne, hogyha szárazföldre kér, a mozgása dülöngél, illetve amikor a kutya elengedi magát, és ugye híggá válik a széklet, ezek már nagyon-nagyon utaló jelek arra, hogy a kutyánál komoly egészségkárosodás, illetve betegség lép fel. Az ilyen hőguta jellegű problémák és keringési problémák azért pláne ilyen meleg időben általában a rövid, turcsórű kutyánál fordul elő, mint például az egyik eklatáns például a mops, vagy a boxer, vagy a molosszus fajtáknak egy részénél, de bármilyen más kutyánál is előfordulhat, illetve idős kutyáknál, vagy hogyha egészségesnek véljük a kutyánkat, de egyébként nem egészséges, és nem csinálunk külön kivizsgálásokat, tehát úgymond rejtetten van a kutyának szív- vagy keringési problémája, akár fiatalabb korban, de időskorban, 10 év fölött ugye nagyon sok kutyán előfordulhat, és ilyenkor jön, mint minden a komfortzónánkon kívüli helyzetben, a pánik. Nemrég történt olyan eset, akár tenyészetben is, hogy nem is idős kutya, egyszerűen ebben a nagyon nagy melegben beállt a keringés, azonnal állatorvosnak szóltak, a kutyának gyönyörű, árnyékos, kényelmes helye volt, friss vize volt, ennek ellenére nem bírt a meleget. Az emberek nem gondolkodnak, sokszor az autónak egy jó része kint van a napon, az a kutyát betették az autóba, ugye egy nagyon forró, meleg autóba. Sok esetben előfordul, hogy meg ne följön a sofőr, vagy nehogy baj legyen, teljes mértékben rányítja a légkondit, ezáltal egy teljes ellensokot kap a kutya is, ez meg embernek se tesz ugye természetesen jót, és több esetben előfordul, hogy már el se érnek az állatorvoshoz, még akkor se, ha közel van,
illetve az állatorvosi rendelőben már nem sikerül effektíven megmenteni. Én nyilván nem vagyok állatorvos, de a gyakorlati oldalra azt szoktam javasolni, bármely kutyánál, de középtestű meg nagy kutyáknál végképp, hogyha mód lehetőség van, akkor lassan és fokozatosan igyekezzenek visszahűteni a kutyát. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, mert visszahűteni ez könnyű, de sok ember nem tudhatja. Ez például egy kertes háznál, hogy fogom és 2-3 percig föllocsolom a füvet vagy a talajt, úgyis egy részét átissza, odahúzom, odafektetem a kutyát, és lassan körülötte locsolom. Sok esetben én úgy gondolom, bár sokat olvasok, hogy hirtelen, meg jeget rátenni, meg stb. Nyilván mondom, nem vagyok állatorvos, de én azt tapasztalom, hogy a fokozatos hűtés az a szervezetnek általában és a szívnek, a keringésnek jobb, mint hogyha hirtelen, akár nagyon hideg, vagy pedig ugye, hogy a forró autóba teszik még inkább be. Ugye, ha hőmérő van, akkor van egy jó támpontunk, mert ugye 38-39 fokig a kutyának a hőmérséklete rendben van, mert egy-két foka följebb van, mint az emberé. Igazándiból ugye 40 fok fölött kezd ugye probléma, és 42 fölött ugye már egy teljesen kritikus helyzet. A legeslegfontosabb, hogyha ilyen helyzet van, akkor próbáljuk a kutyát aláhűteni, próbáljuk akár csak egy vizes rongya, vagy egy törő között hideg vízbe mártani, és úgy a szájszélét és a nyelvét is akár csöpögtetni, mert sok esetben ilyenkor már nem is tud a kutya inni, illetve az állatorvosunkkal tartani a kontaktot, hogy mit tud ajánlani addig is, amíg ugye be tudom vinni a rendelőbe. De én nagyobb részt 10-ből 6-7 kutya vagy még otthon, vagy útközben sajnos meghal. Sokkal jobbnak gondolom, hogyha körültekintően próbáljuk az első segélyt és az állapotát egy kicsit frissebbé tenni. A városban, a napközbeni sétánál is érdemes jobban ügyelnünk a négylábú barátainkra. Azonban Benke András szerint a túlfétés ebben a kérdéskörben sem optimális, hiszen egy egészséges kutya nagyobb ellenálló képességgel és fájdalomtűrő képességgel rendelkezik, mint egy ember. Akár 50 fok fölé is hevülhet maga a beton, tartósan, hogy azon álljon a kutya, vagy üljön, vagy feküdjön, azt gondolom, hogy ez kerülendő mindenképpen. De jó esetben, ha én úgy próbálok megállni egy járdaszélen a kutyával, egy piros lámpánál, hogy kicsit helyben így mozgatom, és nem kell statikusan ott állnia, vagy ülnie, attól alapvetően egy egészséges talpárnázattal rendelkező kutyának semmi, de semmi baja nem lesz az ég adta egy világon. Azt gondolom, hogy a túlféltés és a felelős kutyatartóként odafigyelek a kutyámnak az optimális egészségére, ez egy nagyon rendben lévő jó dolog, de a túlféltés és a hiszti az ugyanolyan káros lehet, mint a nem törődömség, vagy pedig, hogyha abszolút a kutya igényeit nem igyekszem kielégíteni én, mint szerető, felelős kutyatartó gazdi. Egyre több kutyafuttatóban van vízvételi lehetőség, viszont sokan az ott lévő tábból itatják a többi négylábúval együtt a kedvenceiket, ez azonban sok fertőzésre adhat okot. Egyre több helyen ki van alakítva úgy ez, hogy a kutya abból is tud inni, tehát az alján valamilyen formájú tál van. Én ebből soha nem itatnám a saját kutyámat, hisz gyakorlatilag a kutyafuttatóban, ha tetszik, ha nem, mert ugye valamilyen szabályokat kellett hozni, ezen keresztül, mivel sok kutya fordul meg, ezért sok betegségnek is lehet a meleg ágya. A kenelkeögés, ugye a legtöbb gazdi hallott, nem vészes, de ha nincsen kezelve, lehet belőle komoly probléma, de akkor is a kutyának másfél-két hétig akár nagyon kellemetlen lehet, ez az állandó köhögés, nem tud nyugodtan aludni, nem úgy lélegzik, illetve elhanyagolt állapotban komolyabb következménye is lehetnek. Ez például ugye akár, hogy úgy szagolnak a kutyák, vagy egy távol isznak, ugye egymás képesek ugye megfertőzni. Ezért én azt ajánlom, hogy aki a kutyájával kimegy, elmegy hosszabban fél óra, egy óra, vagy ráadásul még többre, akkor mindenféleképpen vigyen magával vizet és tálat. Amit még fontosnak gondolok, és itt a kutyaiskolában is mindig a foglalkozások végén elmondunk, hogy ugye sokszor előfordul, hogy napon vagyunk kénytelenek megállni, mindig át érdemes és kell szellőztetni az autót, semmi esetre sem nyomom rá teljes erővel a légkondit, hogy na, akkor most 5 perc vagy 3 perc múlva, mert abban meg sokkos állapotban hozom a testet, nem csak az enyémet, hanem
a kutyáit is, hanem kivárok egy 3-5-7 percet, mert ha van rámod, mind a 4 ajtót kinyitom, hogy átszerűzzön az autó, és akkor úgy biztonságosan teszem be a kiskutyámat. Még egy pont, mert nagyon könnyű mondani, hogy ne hagyjuk sose a kutyát az autóba. Előfordulhatnak olyan szituációk, a leggondosabb gazdinál is, hogy ez pár percre kénytelen. Ami nagyon fontos, hogy viszont minden körülmények közt úgy kell, hogy megálljak, ha az autóban vagyok, kénytelen hagyni bármilyen a kutyát, hogy biztosan az előre számíthatott időnek a többszörösére íg, ott árnyék maradjon és legyen. Mert a legtöbb tragédia ebből van. Nem is az, hogy alapvetően napon állnak meg, hanem benézi. Most itt árnyék van, és lehet, hogy 7 perc múlva már nem. Kellő odafigyeléssel négylábú barátaink is épp úgy élvezhetik a nyári időszakot, mint a hidegebb hónapokat. Elkészül, vigyázz! Stop!